Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este Rosh Hashanah-ról lesz szó, a haszidizmus és a kabala értelmezésében. Először várunk egy pár percet, hogy az emberek érkezenek meg, és aztán kezdünk a tanulás. Ugye most már az utolsó este Rosh Hashanah előtt, holnap este kezdődik az új év, a Rosh Hashanah, és egy picit érdemes átbeszélni, amit már tegnap is említettem, előző napon is említettem, kedden, szerdán, mi a Rosh Hashanah-nak a mélyebb értelmezése. Mondok egy történetet, ez egy nagyon ismert történet, ami mutatja, hogy milyen különleges a sófárnak a micvája. Ugye a sófár az a kasszorv, és a sófárnak a folyásának a micvája, ez a micva, amit a Biblia előírja Rosh Hashanah-ra. A történet az egy vita volt a haszid mestere között, amikor Napóleon támadta a cárt, támadta Oroszországot, és a haszid mestere között vita volt, hogy melyik oldalon akarnak állni, azt jelenti, kinek kell drukkolni, és kinek a győzelméért kell imádkozni. Voltak, akik azt mondtak, hogy mivel a Napóleon megígérte a szabadságot, a jogokat a zsidóknak, hát akkor a Napóleonért kell imádkozni. Más haszid mesterek azt mondták, hogy ez nem az a fajta szabadság, ami jót fog tenni a zsidó népnek. Napóleon az nem egy istenhívő, és ez egy olyan szabadság, aminek az a lényege, hogy a vallástól is kell szabadulni. Olyan jellegű szabadság, ami azt jelenti, hogy a vallást is abba kell hagyni. Szóval ez egy nagy vita volt. Az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman, az volt az álláspontja, hogy azt mondja, Napóleon nem egy istenhívő, mi nem tudunk olyan valakinek az uralma alatt élni. És ezért ő a cár győzelméért imádkozott, és még volt egy haszidja, Moshe Mizes, akinek az alterebe szólt, hogy kémkedjen a cár javára. Más mesterek nem értettek egyet ezzel. De a haszid mesterek között egy konszenzus volt, hogy Rosh Hashanah-kor, új évkor, akkor el fog dőlni a dolog. Ugye, mert Rosh Hashanah az év kezdet, az év feje, akkor dől el mindent, akkor el fog dőlni a Napóleon vagy a cár. És az is volt, hogy azt mondták, hogy sófárfújásban ott fog eldőlni a dolog. Mert a sófárfújásban ott van az évnek a kezdete. Erre az egyik haszid mester úgy döntött, hogy ezen a napon mondjuk, nem tudom, pont, nincs megadva pontos időpontot, mondjuk általában 9-kor kezdtek, akkor most 8-kor vagy 7-kor fognak kezdeni imádkozni, úgy, hogy jóval hamarabb fognak odaérni a sófárhoz, miközben a többi haszid mester még a reggeli imát fogja mondani
vagy a Tórát fogja olvasni, de még nem fújja a sófát, ő már fogja fújni a sófát, ő lesz az első, ő akkor fog minden eldőlni. Jó, korán is kezdtek, siettek az imával, és utána, mikor odaért a sófár fújáshoz, erre azt mondta, ajajaj, ez a Reb Zalman der Litvak, a litván, Reb Zalman az Alter Rebbe-re utalt, ez a tolvaj már itt volt. Miért, hogy sikerült az Alter Rebbe-nek olyan gyorsan odaérni, amikor a másik haszid mester korábban egy vagy két órával hamarabb kezdett imádkozni, hogy sikerült az Alter Rebbe-nek ilyen gyorsan odaérni? Mert kivételesen az Alter Rebbe úgy megy a történet, kivételesen megváltoztatta a sorrendet. Általában van a sáherit, a reggeli ima jön először, aztán a tóraolvasás, aztán a sófár, aztán a muszaf ima és a plusz sófár fújás. És a tóraolvasás és a muszaf között akkor van a sófár fújás. Az Alter Rebbe azt mondta, ebben az évben változás lesz, ebben az évben a sófár fújás lesz a reggeli ima előtt. A reggeli ima előtt lesz a sófárfújás, és akkor így, amikor a másik haszid mester odaért a korán, szóval relatíva korán ért oda a sófárfújáshoz, az Alter Rebbe már megfújta, és akkor nyitott ajtót talált, és minden eldőlt, és aztán már nem lehetett rajta változtatni. Így szól a történet, ami egy nagyon misztikus történt, amikor ugye a katonák azt hittek, hogy a kint a csatában dől el a dolog, közben pedig ott dőlt el a haszid mesterek imájában. De mi a dolog lényeg? A dolog lényege, látjuk azt, hogy a sófár fújásnál akkor dől el a dolog. Akkor van az évnek a kezdete igazán, ugye, idő szerint természetesen tegnap este, mondjuk idén, ez hónap este lesz, akkor kezdődik az új év, de ez csak a estétől másnap délig az egy ilyen átmeneti idő, mert az igazi kezdés, amikor eldől a dolog, az a sófár által, és a Sámuel imájában idéztem is, itt a lábjegyzetben 204. oldalon idéztem azt a midrást, ahol a midrás azt mondja, hogy amikor a zsidó nép fújja a sófárt, akkor az örökkévaló átül, feláll az ítélet trónjából, és átül a kegyelem trónjára. Ez a sófár, a sófárnak egy óriási változása. Nagyon nagy a hatása a sófárnak. Van egy híres tanmese a Baal Shem Tovról, ahol elmagyarázza, mi a sófárnak a lényege. Azt mondja, képzelünk el, egyszer volt, hol nem volt, volt egy híres nagy király, és neki, ahogy ilyen történetekben van, volt egy egyetlen gyereke, nagyon tehetséges, nagyon okos és minden, és a király nevelte őt, nagyon odafigyelt a nevelésére, és a király azt akarta, hogy két verzió van, mondjuk ezt a verziót, hogy a király azt akarta, hogy az egyszerű embereknek az életét is ismerje meg. És ezért elküldte a palotából egy messzi faluban, oda lerakta őt, hogy tanulja meg, ismerkedje meg az egyszerű emberek életével. Jó, másik verzió szerint lényegtelen, ez egy büntetés volt, elküldte egy messzi falura, mondjuk a büntetés. No, a királynak a fia, a herceg, ugye igyekszik túlélni, de hát
ez a társasága, és akkor beleéli magát az ottani életben, és egy kicsit elfeledkezik, idővel elfeledkezik, hogy ő kicsoda, és akkor ő már ilyen, ő is egy ilyen falusi paraszt lett belőle. A viselkedésében, az öltözésében, a beszédstílusban, mindenben. Hát, egyszer csak eszébe jutott, hogy figyelj, nekem nem itt a helyem, én egy herceg vagyok, az apám a nagy király, mit keresek én itt? Fogta magát, és megy vissza a palotában. Megérkezik a palotában, az volt a probléma, senki nem ismert rá, semmilyen szempontból a beszéd, viselkedés, öltözék. Szeretne bemenni a palotában vissza a szülőhez, az apjához, a királyhoz, de az őrek nem engedik meg. Próbál ilyen az ő falusi nyelven magyarázni, hogy kicsoda, de nem értik meg. Egyszer csak, amikor látja, milyen nagy a gond, milyen nagy a baj, elkezdett sírni. A sírásnak a hangjára a király hallotta a hangot, azt mondta, ez az én fiam, ez az én fiamnak a hangja. És gyorsan behozta a palotában, és így visszatalálta az apjához, a királyhoz. Így szól a történet. És mi a lényege ennek? A lényege az, ami ránk tartozik, hogy mi is egész évben itt vagyunk a kis faluban, és megszoktunk a helyi öltözék, viselkedés, beszéd, mindenben olyanak lettünk, elfeledkeztünk, hogy mi a valódi, hogy kell nekünk igazán viselkedni, hogyan kell a micvákat teljesíteni, hogyan kell szombatot és ünnepet tartani, hogyan kell kóser tenni, hogyan kell házas életet élni, minden. Eljön a Rosh Hashana, és megérkezünk, és kérünk, ott kapogunk az isteni kapuban, és kérünk, hogy Isten adja nekünk egy jó évet, de hát nem biztos, hogy lehet ránk ismerni. Nem biztos, hogy lehet ránk ismerni, mert ezek nem azok. Nem úgy néz ki egy zsidó. Nem úgy néz ki egy zsidó. Ezért lehet, hogy nem engednek be minket. De amikor fújunk a sófát, és a sófár fújásnak a lényege, ugye a sófár fújásnak a lényege, hogy kijön az a hang mélyről, belülről, és erre a hangra az Isten felismer minket. Miért ismer rá az Isten a hangra? Mert az belülről jön. Ez nem a külső, hogy nézzünk ki, ránk ragad sok mindent év közben, de mégis belülről a lelkünk mélyében ott van a mély hit az Istenben, ott van az érzés, a teljes elkötelezettség az Istenhez és a micvákhoz, legyen ez a tevőleges parancsolatok, legyen ez a tiltó parancsolatokat, teljesen el vagyunk kötelezni, és erre az Isten már felismer, hogy kicsoda vagyunk. Ez a sófárnak a lényeg, a sófárban nincs egész ima alatt, az is levegő, ugye, mert a szavak az is levegőből jön, a levegő csinálja a hangot, és végig imádkozunk, de ez nem elég. Van az a pont, amikor olyan mély levegőt veszünk, és ez a sófár, mert az ember fúj, a sokkal mélyebbről jön a levegő, mint az, amikor ő beszél. Mert beszélni lehet megállás nélkül órákon keresztül, lehet smúzolni és mondani órákon keresztül, de fújni nem lehet órákon keresztül, alig perceken keresztül lehet fújni. Miért? Mert az a méről jön a levegő, és az ember és ezt nem lehet. De mikor a sófárt fújunk, akkor felismer az Isten ránk, hogy mi azok a zsidók vagyunk,
akiknek ő adta a Tórát, és Ábrahám, Izsák és Jákobnak a leszármazottjai, és ez az, ami a micvának a lényege, mert így az Isten beenged minket a palotában. Miért pont egy kas szarv? Erre olvasunk a Tórában, hogy ezen a napon, nem ezen a napon, rosszul mondtam, hogy amikor az Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy áldozom fel a fiát, akkor Ábrahám elindult, elvitte a fiát, Izsákot, és készen állt őt feláldozni. Aztán jött az isteni üzenet angyalon keresztül, amikor az Isten azt mondja, hogy ne nyúl fiadhoz, ne tégy vele semmit, mert most már látom, hogy istenfélő vagy, és ne áldozz fel a fiadat. Akkor mondja a Tóra, Ábrahám fölnézett, és meglátott egy kost, szarvával a bozótba akadva, oda ment Ábrahám, fogta a kost, és feláldozta ége áldozattól fia helyet. Ami azt jelenti, amikor megmutatunk az Istennek, a kos szarvat, akkor lényegében ezzel rögtön előjön Ábrahámnak a történet, hogy feláldozta volna az Izsákot, mert az Isten ezt kérte. Valójában ez is benne van a lelkünk mélyében, hogy a zsidó készen áll, teljesen el van kötelezve az Istenhez, akár ha kell, akkor feláldoz az életet, az Isten. Ez a sófának a lényeg, ez az, ami a lelkünk mélyében az Isten látja és felismer minket. Természetesen azt is akarunk, hogy az Isten gondolkodja ránk, ha ezek Ábrahám, Izsák és Jákobnak a leszármazottja, ugye feláldozta volna a fiát, hát akkor mi már ismerünk egymást, akkor tartozok Ábrahám, Izsák és Jákobnak, az ősatyáknak, és ezért a leszármazottjaiknak kell adnom egy jó évet és az egész világnak. Valójában, és tegnap egy kérdésre említettem, és kicsit jobban szeretném kifejteni ezt, valójában Rosh Hashanah nem szól a vétkekről. Itt van az Izrael fohásza, itt van az Izrael fohásza 339 oldalon, alig van említés benne a vétkekről. Minimális, nem úgy a minimális 20-30%, talán 5%, azt jelenti, hogy lényegtelen, nem ez a Rosh Hashanah-nak az üzenete. Rosh Hashanah előtt, ezekben a napok, mi most vagyunk benne, elul hónap az a megtérés hónapja. Aztán Rosh Hashanah után benne vagyunk a 10 bűnbánó napban, és Jom Kippur az engesztelés napján, ami hét, vasárnap estehez egy hétre lesz, a megtérés, a lényege a bűnbocsánat. De Rosh Hashanah napján nem ez a fő üzenet. Érdemes itt egy kicsit pontosítani, amikor azt mondjuk, hogy a 10 bűnbánó nap, héberül a szereti mejtisúvá, az valójában szombat az első nap, Rosh Hashanah első napja, szombat az első napja a 10 bűnbánó napból, és Jom Kippur az a 10. napja a szombathoz képest, az a 10. nap. Azt jelenti, akkor a Rosh Hashanah az nem teljesen idegen a bűnbánó a megtéréshez, de nem ez a legnagyobb hangsúly. A legnagyobb hangsúly nem arra teszünk, hogy foglalkozunk a vétkekkel. A Rosh Hashanah-kor az a lényeg, és ezt mondjuk az Amidában,
Elokeinu velokei avoteinu meloch al kol haolam kulo bichvodecha. Szálljon, Istenünk, ősénk Istene, dicsőségedben uralkod az egész világon. Ez az a motivum, ami végig lehet látni az egész Rosh Hashanah imában. Ez a lényeg a Rosh Hashanah-nak. Uralkod az egész világon, és természetesen, amikor azt mondja az egész világon, elsősorban az ember magára gondol, és nem úgy, hogy uralkodjál ő rá és ő rá, hanem uralkodjál rajtam. Vagyis én készen állok arra, hogy te legyél az én, hogy te uralkodjál fölöttem. Több mint 1000 évvel ezelőtt élt Babilóniában, a Rav Szaadja Gaon. Szaadja Gaon különböző magyarázatokat mond a sófárfújásra. Sófárfújásra mi a lényege? Az egyik lényeges magyarázat ad a sófárra, hogy koronozás. Az Istent kinevezünk ezen a napon, mint a világ királynak. És amikor új királyt nevezünk ki, akkor van a koronozásnak az ünnepsége, és hangszer, és minden, és ez az a hangszer, amivel kinevezünk az Istent. Ami azt jelenti, amikor előjön a lelkünk mélyéről az a mély Istenbe való hit, és az, hogy mi készen állunk, és teljesen el vagyunk kötelezve az Isten iránt, ekkor ez a kinevezése az Istennek, hogy uralkod az egész világon. Miért pont ezen a napon? Miért, hogy kapcsolódik ez a Rosh Hashanah-hoz? Rosh Hashanah az ugye az új év. Miért új év? Mert a világteremtésnek az évfordulója. A világteremtés melyik napon, akkor beszéltünk erről tegnap, a világteremtésnek a 6. napja, amikor ember lett. Amikor az ember meg lett teremtve. Ez azt jelenti, az Isten megteremtett végig az eget, a földet, a vizet, és a száraz földet, és az állatokat, és mindent, és aztán megteremtette az embert. És erre mondja Dávid király a Zsoltár a könyvében, és péntek este ez a kezdődik az ima. Lehu neranana lasem, menjünk hálat adni az örökkévalónak. Ezt mondta Ádám, amikor meg lett teremtve, azt mondja, Isten teremtette a világot, és miért teremtette a világot? Miért teremtette minket? Azért teremtette minket, hogy szolgáljunk is az Istent, fogadjuk el az Istent, mint a világnak a királya, világnak az uralkodója. És erre felszólítja Ádám az egész teremtés mindenkit, lehúne ránana lasem, menjünk hálat adni az örökkévalónak. Ez a Rosh Hashanah a teremtés első napján, vagyis amikor az ember lett teremtve, azon az első napján, és minden évben újra és újra kinevezünk az Istent a következő évre. Most, miért nem foglalkozunk tényleg vétkekkel ezen a napon? Hát, ha év közben nem úgy viselkedtünk annyira, hogy nem lehet ránk ismerni a palota bejáratánál, a palota kapujában, akkor miért van az, hogy egyszer csak nem foglalkozunk vétkekkel? Talán kicsit vegyük egy példát, mondjuk egy házaspár összeveszett. Házaspár összeveszett, ugye általában ilyenkor
mindenkinek van egy csomó sérelme, te azt mondtál, te azt csináltál, de nem csináltál így, nem csináltál ezt helyesen, szóval sok minden van, és összevesztek, és szétköltöztek. Most, ha kezdődik egy folyamat, egy kibékülési folyamat, akkor az első dolog az kell, hogy mi mindketten érdekelt vagyunk folytatni. Ez az alapelv. A dolognak az indulása azzal kezdődik, hogy mi érdekelt vagyunk folytatni. Abban a percben, hogy mi érdekelt vagyunk folytatni a jövőben, akkor rendezni kell a múltat, hogy mindenféle hibát azt orvosolni kell, sérelmeket orvosolni kell, meg kell oldani, és ne legyen ennek az ismétlése. De az alap dolog az, szeretnénk elindulni. Szeretnénk újra egy boldog házaspárként élni együtt. Ha nem lehet ezt a pontot elérni, akkor nem lehet a részletekkel foglalkozni utána. Ha az ember azt mondja, érdekelt vagyok, akkor természetesen utána rendezni kell a részleteket. Hasonlóképpen azt mondja, Rosh Hashanakor, mi azt mondjuk az Istennek, mi készen vagyunk, mi itt vagyunk, mi téged fogunk szolgálni, te legyél a király, az uralkodó fölöttünk. Ha ez el van intézve, utána még Rosh Hashanah, Yom Kippurig, és a Yom Kippur napján rendezünk még a múltat is. De mindenképpen a kezdés az, hogy mi érdekelt vagyunk kezdeni. Ezt szintén kicsit úgy is lehet mondani, a jövőben, a jövő az el van intézve, a jövőre nézve tettünk egy nyilatkozatot, hogy minden áron szeretnék folytatni, aztán Rosh Hashanah és Yom Kippur között, és még Yom Kippur napján rendezünk a múltat is. A Kabbala szerint mit jelent az, hogy évfordulója van a teremtésnek? Mit jelent egyáltalán az, hogy években számolunk az időt? Években számolunk az időt. Mi ennek a jelentősége? Miért van az, hogy számolunk 1-től 365 napig, és aztán megint kezdünk előről. Aztán kezdünk előről. Miért kezdünk előről? 365 után kellene, 366, 67, 68, és menjünk előre. Miért megy az idő egy körben? Ahogy a körnek van vége, akkor megint ugyanott vagyunk, és nem egy egyenes vonal. Valójában ezt látjuk az időjárásban, látjuk, hogy az időjárás ez nem egy egyenes vonal, hanem egy kör. A Kabbala szerint a világ teremtése az mindig egy évre szól. Egy ciklusra szól, a ciklus végén elvileg vége van. Aztán el kell dönteni, hogy érdemes-e folytatni, vagy nem. Mi a példa erre? A példa erre az, hogy nézzük meg, van valakinek egy boltja, egy gyára. Dolgoznak, van áru, eladják, bevásárolnak alapanyagot, fizetnek a munkásoknak, szóval van bevétel, kiadás, és megy. Év közben van olyan lépés, ahol a cég keresett rajta, van olyan lépés, ahol a cég veszett rajta, de megyünk előre. Egyébként Rosh Hashanah az nem a szombatok szombatja, az a Yom Kippur a szombatok szombatja. No, mindenképpen a egy évre szól az egész, no, akkor ott tartunk, hogy van az embernek boltja, és évközben vannak kiadások, veszteségek, és minden. Aztán vége van az évnek, akkor van a leltár.
Ugye én még emlékszem, amit ide jöttünk 89-ben, az első pár évben, vagy december, de egész december, fél december, január, első fele, vagy egész januárban a bolt zárva, várva van, ki van téve egy kis cetli, leltár miatt zárva. Szóval az napok és heteken keresztül zárva volt a bolt, leltár miatt zárva. Mi a dolog lényegének a leltának? A dolognak lényege az, hogy évközben vannak hullámok, van mélységek, van minden van, de aztán idő után vége van egy ciklusnak, el kell dönteni, hogy hogyan tovább. Megéri ezt a vállalkozást folytatni, vagy nem. Nem lehet minden nap dönteni, hogy megéri, vagy nem éri meg, mert ilyen a gazdaság, hogy vannak jobb és rosszabb napok. De mindenképpen, amikor már megvan egy ciklus, akkor már mérlegelni kell, hogy érdemes-e folytatni, vagy nem. Az Isten úgy teremtette a világot egy évre, ez egy ciklus. És ha vége van, ismétlődik a ciklus. Mert kezdünk előről. De év végén, ahhoz, hogy tényleg legyen folytatása, akkor ott kell, hogy legyen a lehetőség, kedv, hát úgy is lehet mondani, kedvet kell csinálni az Istennek, hogy érdemes folytatni a világot. És erre, mikor odaállunk, és azt mondjuk, hogy lohalo lamkulo, uralkodj a világ fölött, itt vagyunk, jelentkeztünk, vagyunk, teljesíteni fogunk minden parancsolatot, akkor azt mondja az Isten, ilyen csapattal lehet folytatni. Azt jelenti, a sófár, a koronozás, az lényeg at kinevezünk az Istent, és az Isten elfogadja a kinevezést, és azt mondja, jó, ilyen csapattal lehet folytatni. Érdekes módon, nézzünk meg, ugye előbb említettem, hogy a Rosh Hashana este, előestétől másnap délig, az egy kicsit ilyen a kettő között. A Kabbalában azt mondja, hogy azt hiszem két kifejezés van a Kabbalában erről, hogy ez az elájultságnak az ideje. Mit jelent elájultság? Hát hiányzik itt a... Az elájultság azt jelenti, hogy hiányzik itt az igazi energia. Miért hiányzik az igazi energia? Mert a kinevezés az a sófárnál van, az előző évnek vége van, 5780. év az holnap este vége lesz, de 5781-es évnak a kinevezése az csak másnap délben történik a sófáron. És akkor ez az elájultság, vagy az, hogy az Isten kicsit visszavonult. De nem jelenti az, hogy összeomlik a világ, ugyanúgy, mint ahogy az ember csinálja a leltárt, aki nem zárja be a boltot, azt mondja, jó, csőd, és utána, mikor sikerül a leltár, azt mondja, nyitnak újra a boltot, hanem a bolt még működik, van, létezik, de ez egy kicsi, van ebben egy kis bizonytalanság, a haszidizmus úgy azt mondja, van az akarat és a belső akarat. A külső akarat az még működteti az egész boltot és minden, ugye, mert a valódi lelkár azt jelenti, hogy miközben csinálunk a leltárt, nem zárunk be a boltot, miközben csinálunk a leltárt a háttérben, természetesen a boltot folytatjuk. A külső akarat megvan, a belső akarat azt mondja, van benne egy kis bizonytalanság, és ehhez van a sófárfújás. Ezért az ünnep beálltától másnap délig, az ilyen a kettő között, az lejártak tavalyi év, de még nem kezdett igazán az új év, csak a külső akarat megvan, a belső akarat még hiányzik. A Kabbala még azt is mondja, az Alter Rebbe idézi a Tanjában, azt mondja, minden évben, amikor egy újabb kezdés van, akkor valójában ez nem csak egy ismétlés, hát ez már volt egyszer, hanem minden évben egy újabb és egy újabb, különlegesebb, még különlegesebb isteni fény jön a világra, és így kezdődik az új év. Minden új év az tényleg egy új ciklus, de egy újabb, felújított, jobb ciklus. Minden évben az jobb és különlegesebb,
ami azt jelenti, nem mentünk vissza ugyanoda, a kezdéshez mentünk vissza magasabb szinten. Mondjuk az első emelet, mikor vége van az évnek, második emelet ugyanott, és megint egy egész ciklus. Aztán harmadik emelet, és megint egy újabb ciklus. Mert az Isten nem tartja fel a világot csak azért, mert tavaly is megvolt, hanem mert ebben az évben még valamit, és még jobban, és még jobban, és még jobban. Ezt úgy is lehet elképzelni, hogy már annyi micva összegyűlt, és akkor arra még, azt jelenti, hogy mi nem kezdünk ugyanazon az emeletén, sokkal-sokkal magasabb emeleten vagyunk. Talán egy nagyon egyszerűsített példa, ha az embernek már van 10 millió, akkor az már a mostani ciklus, az már 10 millió fölöttről szól, aztán 15 millió, aztán 20 millió, mindig magasabb és magasabb, minden év ez különlegesebb és különlegesebb. Ezért az van írva, hogy minden évben az emberben is kellett legyen újabb kezdés. Újabb kezdés nem jelenti az, hogy ugyanatt vagyunk. Tavaly is megígértünk, hogy itt leszünk, mi leszünk a te szolgaid, mi leszünk a te katonaid, jövőre megint fogunk ígérni, és két év múlva megint fogunk ígérni, nem erről van szó, hanem egy újabb kezdés. Én emlékszem, egyszer voltam Rosh Hashanakor egy zsinagógában, és a rabbi, elég furcsa stílusa volt a rabinak, ugye sófár előtt mondott egy kis dróset, és azt mondta, nem értem titeket, azt mondja, azt hittek, hogy az Isten nem emlékszik, mi volt tavaly és tavaly előtt, és még előtte. Minden évben erre a napra jöttek, és tettek ígéreteket az Istennek, mi jó zsidók leszünk, teljesíteni fogunk a micvákat, aztán megint elmúlik a Rosh Hashana, elmúlik a Jom Kippur, akkor megint nulla van, és jövőre megint ígérünk. Azt hisz, Isten nem emlékszik, ennek az ígéretek nem lett teljesítve a tavaly és a tavaly előtti is. Ez nem igaz, ez nem helyes természetesen, nem szabad csak ígérni, nem szabad csak ígérni és nem teljesíteni. A helyes menetrend az, hogy ugyanúgy az Isten, egy újabb isteni fény jön a világra, minden évben az emberben is kellett legyen egy újabb fény, egy újabb fejezet kellett kezdjen a lelkében, és ezért minden évben Rosh Hashanára az embernek el kell dönteni, hogy eddig itt volt, ez volt az én szintem, most följebb kell menni, még jobban kell odafigyelni a sábeszre, a kóserságra, a házas életre, a tfilinre, vagy bármelyik micvára. Azt jelenti, hogy ne legyen az év csak egy ismétlés, hanem az év ez egy újabb kezdés. Mert valójában ebből a szempontból az idő az egy egyenes vonal. Teremtéstől kezdve elindult, és szeretnénk megérkezni a mesiás eljövetelehez, amikor az egész világ spirituális életet fog élni itt ebben a fizikai világban, lélek, testünkben. Ebből a szempontból az idő mégis egy egyenes vonal, szerint, hogy megyünk ciklusokban, de mégis mindig előre haladunk, még nagyobb és még nagyobb és még nagyobb isteni fény, ameddig már az egész világ egy szent hely lesz, és mindenképpen a lelkünkben kellett legyen egy újabb kezdés, és minden évben előre kell lépni. Mondom egy példákat. Írva van, ez nem annyira Rosh Hashana, az a Simchat Tórára, amikor táncolunk a Tóra, vége van a Tóra olvasásnak, akkor például mesélnek a Chatam Soferről, ez a pozsoni rabbi Schreiber Mózesről, hogy minden évben, ugye, befejezünk a Tórát, kezdünk olvasni az elején. Befejeztünk Mózes 5. könyvét, jövő héten kezdünk olvasni Mózes 1. könyvét. És még egyszer tanulunk a heti szakasz és minden, és erre minden évben a Chatam Sofer kiszakadt jelölni egy újabb Tóra kommentárt, aminek a segítségével fogja átvenni a Tórát a Rashi kommentár mellett. Rashi kommentárja mellett.
Mert Rási kommentár az alapkommentár, nélkül nem lehet tanulni a Biblián, nélkül nem lehet tanulni a Talmudot. A Rási mellett még minden évben másik kommentár, még minden évben legyen egy új kezdés, nem csak a tavalynak az ismétlése. Hasonlóképpen az van írva a Lubavitchi Rebékről is, hogy minden évben Rosh Hashanára eldöntötték egy következő lépés, mi lesz az a dolog, ami ebben az évben még jobban fogunk rá figyelni. Természetesen a Lubavitchi Rebék, ilyen híres nagy rabikról nem arról volt szó, hogy eddig nem figyeltek volna elége a sábeszre vagy a kóserságra, hanem figyeltek tökéletesen mindenre, és mégis még jobban, és még jobban, és még jobban előre haladni, mert nem elég az, hogy az év ismétlődik, az időjárás ismétlődik, nem elég az, hogy az Isten kezdi az évet újra, hanem nekünk is a lelkünkben, az Isten szolgálatban is kellett legyen ez a kezdés, az új kezdés a lelkünkben, mert akkor az Isten, a világ, az időjárás, és mi szinkronban vagyunk mindhárman egy új indulásra indultunk el. Milyen ez a Rosh Hashana? Milyen ez a Rosh Hashana? Egy feszült nap, szomorú nap, vagy egy öröm nap? Ugye el lehet képzelni, hogy ez egy szomorú, ideges nap legyen. Ezen a napon az Isten ítélkezik mindenki fölött, és hát az ember fél. Mi lesz az eredmény? Mi lesz az eredmény? Akkor ünnep vagy nem ünnep? A válasz erre az, hogy Rosh Hashana az egy örömnap, az egy hág, az egy örömnap, mert el van írva, hogy ez egy örömnap. A másik oldalon van bennük egy érzés, hogy ez egy nagyon komoly nap, csak hogy lehet a kettőt összeegyeztetni? Úgy lehet összeegyezni a kettőt, tudunk, hogy mai napon van egy Isten ítélkezik mindenki fölött, de bízunk benne, hogy az Isten csak jókat és szépeket fog előírni nekünk a következő évre, és akkor azt jelenti, és ünnepeljünk. Már is ünnepeljünk, nem hogy ma van a feszültség, ma aggódunk és holnap ünnepelünk, ahogy belépünk a Rosh Hashanában már ünnepeljünk, mert tudunk, hogy az Isten ítélkezik, de bízunk benne, meg vagyunk győződve, hogy jókat és szépeket fog nekünk írni, és ezért ünnep. De mégis van benne egy komolyság a Rosh Hashanának. Van benne egy komolyság. Azt jelenti, nem teljesen ugyanolyan hangolat, mint a Peszák, a zsidó húsvét, vagy a Szukot, ami lesz egy pár hét múlva, sátrak ünnepen. Ez nem teljesen ugyanaz. Van a Héberül Yamim Noraim, a félelmetes napok. Általában szoktunk mondani nagy ünnepek, őszi nagy ünnepek, De pontosabban Héberről szoktunk mondani a Rosh Hashana és Yom Kippure, nem a Szukotra, már nem, sátrak ünnepére már nem, de ezekre a két ünnepre azt szoktunk mondani Yamim Noraim, a félelmetes napok. Félelme, de nem jelenti az, hogy nem ünnepek, inkább talán a félelmetes ünnepi napok. Így kellene ezt lefordítani. A Héberben nincs benne az a szó, hogy ünnepi, de ez az értelem. Félelmetes ünnepi nap, egyik oldalon ünnepeljünk, bízunk benne, igazad közben félelmetes nappal, az Isten ítélkezik mindenki fölött, úgy van írva, mint az Isten egyesével, mindenki átmegy az Istennel, és Isten mindenkinek külön-külön
megírja, hogy milyen legyen neki a következő. Természetesen nem csak a zsidók fölött ítélkezik az Isten ezen a napon, mindenki fölött ítélkezik ezen a napon, csak a zsidóknak elő van írva, hogy mit kell tenni. Mit kell tenni ezen a napon, sófát fújni, stb. És a vége még, ugye említem azt a ismert szokásokat, de még egy pontosítani, mindig érdemes ismételni, és megint megtudni talán plusz részleteket. Ugye Rosh Hashanakor igyekszünk, hogy nem csak, hogy imádkozunk sokat, nem egész nap, Yom Kippur az az idő, amikor a napnak a nagyobb része, nagyobb részében imádkozunk a zsinagógán. Rosh Hashanakor, jó, hosszabb az ima, van egy hosszú reggeli ima, sáharit, van egy hosszú muszáf ima, az igaz, de nem az egész nap, mondjuk legkésőbb fél kettő, kettőkor már hazamegyünk, és van ünnepi lakama, mindenképpen igyekszünk, hogy az egész nap tökéletes legyen. Az egyik dolog, amiben tökéletes legyen, épp erről írtam egy hosszú cikket, úgy megjelent most a Gucsában, a zsidókomban is található, az van írva, hogy ezen a napon nem alszunk. Napközben nem alszunk, de a mázlink ne aludjon el. Ez az ünnep első napon. Ez az ünnep első napról szól, hogy ezen a napon nem alszunk napközben, azt jelenti állandóan a nap ki legyen használva. Ki legyen használva, amikor imádkozunk, akkor imádkozunk, amikor az ünnepi étkezés, az is ki van használva, mert örülünk az ünnepnek, mutatunk, hogy mennyire bízunk benne, hogy jó lesz, és azt, amikor befejezünk, és van szabad idő, akkor vagy tanulás, vagy visszamegyünk a zsinagógában zsoltárokat olvasni. Ha van az embernek szabad ideje, akkor sok-sok-sok zsoltárt olvasunk. Ezen a napon, ha reális, és az ember képes erre, akkor összesen akkor végig olvasan legalább kétszer az egész zsoltárt. Jó, általában a legtöbb ember nem képes erre, nincs is annyi idő, de mindenképpen kihasználunk az időt. Azt akarunk, hogy a következő év tökéletes legyen. Tökéletes azt jelenti, a következő év legyen teli élettel. Tele legyen élettel, akkor napközben nem alszunk, mert az alvás az nem élet. A Talmud mondja, az olvás az 1/60 a halálból. Hát ilyen pici kis részben. Természetesen az ember szíve, agya, minden működik, csak egy picit kevésebb, és azt akarunk, hogy a nap teli legyen cselekedettel, mert az év teli legyen életen. Ez egy dolog, hogy a viselkedésünkben szeretnénk tökéletes lenni, közben pedig nem bűn az az ember pihen nap közben, de nem rossz esetnek, amikor azt akarunk, hogy minden tökéletes legyen. Ez elfogadott véleményed, ez Rosh Hashanah első napján. Második napján már lehet pihenni. Ugyanígy, másik dolog, és ezt mindenki ismeri, hogy az ünnep előestén, azt jelenti hónap este, akkor különböző ételeket eszünk, és minden ételnek van egy jele, hogy sok és szép és édes legyen a következő év. Ez azt jelenti, hogy még cselekedetben, az evésben is imádkozunk. Amit nem csinálunk, nem eszünk keserű ételeket, mert nem akarunk, hogy keserűség legyen. Azt jelenti, ezen a napon próbálom kihasználni, a minden viselkedésünk tökéletes legyen. Valójában ez is az tartozik, hogy mi katonák leszünk, szolgálók leszünk az Istennek. A szolga az nem vesz ki szabadságot. A szolga ott van, és várja a parancsolatokat, és teljesíti őket. Ez a Rosh Hashanah-nak a lényege, hogy egy új kezdés, független, hogy milyen voltak a tavalyi év, igazat próbáltunk rajta javítani, elül hónapban már, de mindenképpen akármit elértünk, Rosh Hashanah-kor a lényeg az, el vagyunk kötelezve, elindul az új év,
Istentől kérünk, uralkodjon a világ fölött, mert ez a következő év, így fog indulni a következő év, az Istennek, a világnak is, és nekünk is, az Isten így ráismer, és így helyes az egész. Egy kérdés van itt, hogy ha a sófar olyan lényeges, akkor hogy lehet, hogy ide nem lesz sófarososan az első napja? Hát akkor hogy indul a világ újra? És erre a Kabbala részletesen fejtegeti, hogy a szombatnak a szintje az olyan szentséget hoz, ami megfelel a sófárfújásnak, az eredményének. Azt jelenti, hogy amikor hétköznapra esik a Rosh Hashana, akkor sófáról lehet elérni az új évnak a kezdését, amikor szombatra esik, akkor maga a szombattartással, maga az, hogy szombat van, azzal érünk el azt, hogy a világ újra kezdjen. Bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy a hétköznapra esik a Rosh Hashana, akkor tenni kell egy különleges cselekedetet, az a sófár, a szombatra esik, akkor nem kell tenni, hanem maga az, hogy tartjunk a sófárt, ezzel már, tartjunk a sábeszt, akkor ezzel már helyes, és elindult a következő év. Mindenkinek szeretném kívánni Sono Toivo, Sana Tova Metuka, egy jó és egy édes év. Sono Toivo Tika Teiva Tika Teim, legyen mindenki beírva és bepecsételve az életkönyvében, boldogságban, nyugalomban, és minden, amit a szív kíván. Ma este van az édesapámnak a 10. jarcájtja, és legyen ez a mai óra is az ő emlékére. Mordechai Áron Chaim Ben Eliezer és Eszter. Aki kapja a napi üzeneteket, akkor egy külön megemlékezést mondtam az apámról, meséltem egy pár érdekes dolgot az apámról. Aki még nem kapja a napi tanítást, az egy kis videó, ami WhatsAppban küldem el. Aki nem kapja, írja nekem egy e-mailt, obelander@zsidó.com, és ő is fogja kapni. Egy jó évet, gut jantövet kívánok mindenkinek. Értelem szerint vasárnap nem lesz óra, mert vasárnap ünnep lesz. Vasárnap este úgy megy ki az ünnep, hogy Havdala ünnep búcsúztatta, ugyanúgy a Csábeszkor. Búcsúzunk a pohár borral. Hétfőn este akkor folytatjuk Isten segítségével már. Új évben, új energiával, és adjan Isten, hogy csak szép és jó legyen ez a következő év. Múljon el hogy mondjuk itt a holnap délutáni imával úgy mondjuk el, múljon el ez az év és sok baja, induljon el a következő év és sok áldása. Köszönöm szépen, jó éjszakát, gut jom töv, sana tova!